Szeretném megköszönni a munkájukat, hiszen az, hogy most ennyi ember lehet itt a Vadaskert területén, az nagy mértékben önöknek is köszönhető. 50 darab családi belépővel lepte meg a kecskeméti mentőállomás munkatársait a kecskeméti Vadaskert ügyvezető igazgatója. Tokovics Tamás azt mondta, ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt az emberfeletti munkát, amit a mentősök végeztek a pandémia idején azért, hogy minél hamarabb nyithasson az ország. Az erőfeszítések kipihenésére ajánlotta fel a belépőket a Vadaskert. Az ajándékot Szekeres Antónia, a mentőállomás vezetője, valamint Horváth Mihály, vezető mentőtiszt vette át. A kecskeméti Vadaskert ügyvezető igazgatója egy hónappal ezelőtt egyébként a Bács-Kiskun megyei oktatókórház munkatársainak adott át 100 családi belépőt.